A tavalyitól eltérően ebben a szezonban ismét a Kossuth téren állították fel a város jégpályáját. A létesítmény december 13-án nyitott meg, és az elmúlt hónapokban több ezren próbálták ki. A korcsolyázni szeretőknek már csak néhány napjuk maradt, hogy itt a városban hódoljanak szenvedélyüknek, hiszen a pályát hétfőn elbontják. Február 22-én lesz az utolsó nap, amikor a hódmezővásárhelyi polgárok kilátogathatnak a jégpályára, ugyanis jövő héten, hétfőn, február 23-án elbontásra kerül majd. Az elmúlt évekhez képest sokkal többen voltak és voltak kíváncsiak úgymond a jégpályára. Ahogy összességében néztem, 58 napot volt nyitva a jégpálya december 13-ától, egészen még most ugye hétvégéig is nyitva lesz. A három hónap alatt a város iskolásai a mindennapos testnevelés keretein belül látogattak ki a jégpályára. A kisgyerekek korcsolya tanfolyamon vehettek részt ebben az időszakban. Emellett pedig a helyi jégkorongosok is edzhettek a pályán az esti órákban. Január 11-én pedig első amatőr bajnokságokat is megrendezhették a jégfelületen.